A rossz idő ellenére rengetegen gyűltek össze kedd délelőtt a mosoni temetőben. A piarista iskola diákjai hagyományos március 15-i műsorukat mutatták be a résztvevőknek. Talpra magyar! Talpra magyar! Híja haza! Híja haza! Itt az idő! Itt az idő! Most vagy soha! Most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok! Ez a kérdés, válasszatok! A műsorok után Farkas István mondott ünnepi beszédet, aki a szellem és az erkölcs tisztaságára, a nemzeti öntudat ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Amit ma ünneplünk, az a szeretetre épül. Amikor kiejtem e szót, szeretet, azt mondom, közösség. A mai ünnep szöveg összefüggésében azt mondom, nemzet. Ki az, aki hitelesen szereti nemzetét? A szeretet forrása az emberi szív, és szavaink elárulják, milyen a szívünk, milyen lélek lakik bennünk. A beszédben elhangzott az is, hogy a forradalom és a szabadságharc vértanúi a magyar nemzetért adták életüket. 1848-49 hősei vértanúi értem is, értünk is vállalták az áldozatot, adták oda életüket. Ez hálára és helytállásra kötelez bennünket. Az ünnepi műsort és beszédet követően a temetőben található 1848-as hősi halottak sírjánál helyezték el a koszorúikat a résztvevők, majd a megemlékezést szentmise követte.